Azt mondja, egyszer ez egy liter. És ez majdnem egy liter. A helyiségbe érdemes mindent alaposan letakarni. Én ezt már megtettem, fátyófóliával szépen körberagasztottam az egész szobát. Mert hát egy kis port azért eredményez a munka. Meg ugye korábban kapartam a falat is. Hát úgy néz ki, hogy bele sem megy az 5 kg. Kicsit vastagabb anyagot akarok keverni. Na, egész jó lett.
Na srácok, keverek még egy kis anyagot. Igazából kb. A felét kletteltük le. Én ezt mutatom. Igazából ilyenkor ezt így szoktam hagyni. Hagyom egy kicsit szikkadni. És utána majd lepkével szépen lesimítom. Na, kb. Felét kletteltük le ezzel az anyagmennyiséggel. Ha távolabb állok, akkor látszik. Keverek még kb. Ugyanennyi anyagot, és akkor csapassuk tovább. Minden keverés után érdemes tisztára mosni a vödröt. Még a benne maradt előző keverésből benne maradt anyag, ne indítsa be a következőnek a kötését. Csomósá tenni az új keverésű anyagunkat. Igazából, ezt már elmondtam korábban is, az, hogy most fentről halad le az ember, vagy lentről, szerintem teljesen mindegy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a végeredmény jó legyen, szép, sima legyen, aztán tök mindegy, hogy hogy húzza, milyen irányba az ember, illetve az irány az nem mindegy. Én az első sorit mindig függőlegesen szoktam húzni, hogyha esetleg a bordák megdobják a gletvasat, akkor a bordák csak vízszintesen lesznek, és második soron, amikor vízszintesen húzom, ezeket a bordákat szépen ki lehet belőle vasalni. De amúgy, hogy most fent kezd az ember, vagy lent kezd, én azt szoktam mondani, hogy mindenki úgy csinálja, hogy az neki kényelmes. Igazából látjátok, igazából még mindig friss az anyag, még mindig bele fogok tudni menni a lepkével szépen elsimítani, haladunk tovább.
kiszedtem a vedőrből az összes anyagot. Ennyi maradt. És megnézzük, hogy én hogy szoktam a sarkokat kiképezni, ha látszik. De szerintem látszani fog. Már elég szar a fény. Kapcsolunk egy kis világítást. Na. Ugye. Először is alulról. Talán, hogyha egy kicsit ráközelítek. Így né. Na. Ha nagyon durva a felület, akkor én szoktam várni egy kicsit, hogy szikkadjon. Ezzel az anyaggal lehet várni. Nem mindegyik anyag alkalmas rá, de ezzel az anyaggal lehet várni. És akkor szikkadt állapotában lepkéve szépen lesimítom. De szerintem ez már most is fog működni. A két keverés között, lehet, hogy ez nem látszik a videóban, de a két keverés között nagyon kevés idő telt. Ha fölmerül a kérdés, hogy a második keverésre rámegyek az új keverésre, tehát hogy, vagy a régi keverésre. Tehát ez nem gáz, mert mondom, annyira kevés idő telt el, hogy itt nincs arról szó, hogy esetleg meghúzott volna. Az anyag az már oda is fel van hordva, de azért meg átnézzük. Én alulról szoktam kezdeni, és mindig a szárazról haladok a nedvesre, ami itt most éppen nem száraz, mert már ide fölhúztam az anyagot. Azt hiszem, hogy értitek, hogy miről beszélek. És mindig a spaklinak a belső felét nyom, ezáltal a külső fele egy kicsit el fog állni a faltól. Meg egyébként is már jól meg van dolgozva ez a spakli. Eléggé kopottocska. De... Szóval így. Ha egy kicsit bele megy az ember a másik felületbe, illetve a korábbi húzásba, az se baj, mert két soron lesz kettő, előtte majd egy kicsit megkapirgásszuk, és akkor jó. Mindig a belső felét nyomom a spaklinak. És addig húzom, amíg szép egyenes sarkot nem kapok. Így, esetleg felhordom az anyagot szépen, fel van hordva, fölül még ilyen. És akkor ezt a felét nyomom a spaklinak, és addig húzom érzéssel, amíg jó nem lesz. Na, helyem szépen. Itt egy kicsit csak az anyag, szépen óvatosan így lehúzom. Így, né? Így. Itt is egy kicsit. Így. Egész jó. Elsősorban még felül egy kicsit megdolgozzuk.
Így. Egész jó lett. Itt van rajta egy kis kantni. Ezt lehúzzuk. És viszontlátásra. Na. Lepke vagy pillangó, ki hogyan hívja. De amúgy sok helyen svéd spaklinak hívják a keskenyebbet, ezt a nagyobbat meg homlokzati simítónak. Igazából mindig ugyanazt a felét szoktam használni, tehát meg kell nézni, hogy melyre görbül. Ez például ebbe az irányba görbül. Na lássuk! Nem tudom, mennyire látszódik a felvételen, de elég szép sima lesz. Igazából, amikor lehúzom, akkor megpróbálom egyenletes nyomással húzni, amikor meg elemelem a felülettől, akkor meg óvatosan emelem le, hogy ne karcoljak ki belőle anyagot. Egyenletes mozgással veszem el, tehát is szépen, mint amikor az ember a női popót simogatja. Tehát nem karmolok bele a felületbe. Igazából hülyeségeket nem akarok össze-vissza beszélni, de amikor elveszem a felülettől a lepkét, akkor úgy veszem el, mintha a szabad esésbe így leesne. Tehát, hogy véletlenül se karmoljak bele, karistoljak bele, kaparjak bele a grettelt felületbe. De erre mondom, igazából erre nincsen magyarázat, hogy ezt hogy kell csinálni. Egyszerűen csinálni kell. Nem szabad szarolni, meg kell venni a glettanyagot, és szarrá kell gletteli mindent. Készen vagyunk az elsősori gletteléssel, ezt most hagyjuk megszáradni, és majd holnap fogom csak átmásodolni. Egyébként délután 4 óra van, ma már nem foglalkozok vele. Kinyitom szépen az erkélyajtót, az ablakot, hagyd száradjon. Helyzetjelentés. Egyszer felbontottam az 5 kilós zsákot, a másik az már meg volt kezdve, de abból kb. 2-2,5 kilót használtam el. Tehát a 7,5 négyzetméterre elhasználtam 7,5 kg anyagot, teljesen úgy, ahogy azt a gyártó is megadja az anyagszükségletbe, körülbelül 1 mm vastagon húztuk. Leszedem még gyorsan a ragasztószalagokat, hogy ne kössön rá, aztán holnap folytatjuk a második sori vízszintes vasalást. Hamarosan újra jelentkezem, vigyázzatok magatokra, csákok!